Nos hát, akkor üdvözlök mindenkit, sziasztok srácok, Silver Network Update, Hype Arcade Update, tötörö. Na hát most nem ott vagyunk, kreatív szerver, kreatív event, strandépítő event. A fő dolgok, amit tudni kell, a lobbyban találtam meg a szerverek, kreatív névem, NPC-ről kell felcsatlakozni, beta verzióban van még a szerver, ez nagyon-nagyon fontos. Fontosabb dolgok igazából, ami kötelező, hogy a szigeteden legyen legalább víz, meg homok, tehát víz és homok, és ugye a vizet azt lehet ábrázolni különféle üveggel, természetesen olyan színű, stb. És ugye lesz, tegyük fel, egy 3 vagy egy 5 nyertes, és lesznek külön díjazások is, és ugye természetesen ezt SNC-vel, Silver Network Coin-nal fogjuk jutalmazni. Azaz érmét fogtok kapni, ha ténylegesen nagyon szépet alkottok és szépet építetek. Szóval ja, menjünk is a Hype Arcade-re. Na és akkor itt vagyunk a Hype Arcade-en. Na most akkor hát update ide-oda, amoda. Most ugye lesz, a múlt héten volt egy heti láda. Na hát most beraktam még valami kis fanfektes dolgot. Ami... tudtommal itt van. Na most ebben a ládába, amit én már kiszedtem, mert ugye másodszorra veszem fel a videót, na mindegy, és volt benne 7 darab Vexel kulcs és 6 darab Mega kulcs, volt egy Blaze, egy Pigman és egy Creeper és egy falusi spawner benne. Na most ugye, mint ahogy az előző update-es videóban is mondtam, hogy a Creeper spawner az eléggé durva lesz. Nézzük is meg. Én azt mondom, 2100 az eladási ára, és a Creeper Spawnerre, Creeper Spawnernél 60% a drop esély, tehát 60% van arra, hogy droppoljon egy itemet, és 0 és 6 item között droppolhat. Szóval ez azért eléggé OP kis cuccos, és hát ugye most láthattátok a képernyőn, most láthatjátok az árakat, hogy mégis hogy van, melyik az első, stb. Szépen sorrendben. És bekerült a shopba. Bekerült a shopba az Alma, ugye szokott a reload tartani különféle eventeket, ilyen PvP-zős cuccokat Hype Arcade-en, és eléggé pár embernek nem volt OP almája, és mondták, hogy rakjuk be, hát beraktuk, és majd lehet craftolni belőle szépen cuccokat. Ami a másik, hogy páran ajánlották, hogy vegyem ki a gyémánt blokkot, hogy ne lehessen vásárolni, már ugye ez sem lehet, tehát nem lehet vásárolni a gyémánt blokkot. És srácok, ami picit így elszomorít, hogy nagyon, tehát amit feldob, hogy nagyon-nagyon sokan fent vagyunk a szerveren. Tehát most tegnap is megvoltunk 122-szer, 3-szor is, aminek nagyon-nagyon örülök szívből, tehát nagyon-nagyon szépen köszönöm azoknak a játékosoknak, akik játszanak, és azoknak a játékosoknak, akik ténylegesen fölmennek kitmapre, és vesznek kitet, aminek nagyon-nagyon örülök. Tegnap azzal fanoltunk, hogy aki vett egy kitet, akkor toltunk egy kejalt, hát valamit valami ér végül is, nektek fixen megérte. Meg hát ugye a kitvásárlás is megéri, mert Protection 3 van benne. Szóval igen. Viszont még, ami így picit így új dolog, és amit itt szeretnék spoilerezni a kövi update-re, az nem más, mint ha erre a videóra meg lesz az 50 like. Tehát simán meg lehet, mert 300-an néztétek meg az előző videót, és 20 like jött rá. De ha meg lesz erre a videóra az 50 like, akkor a kövi update-be az a spawner lesz a legjobb. Nem mondom el név szerint, most ilyen találós kérdés. Nem mondom el név szerint, de az a spawner, amelyik a szerver elejétől a legeslegjobban megérte, a legeslegdrágább volt, és az a spawner, amit spawnolt, és ha az meghalt, akkor az egy zöld itemet droppolt, és azért a legtöbbet. És most annak az ára is csökkent felett, ugyanúgy, ahogy a spawner ára is. És a Creeper spawner ára pedig 3.3 millió lett fölvéve. De ha meg lesz az 50 like erre a videóra, akkor az a spawner fogja legjobban megérni. Tehát az is lehet, most egy darab olyan cucc, az eladható 2400-ért, és az is lehet, hogy akár dupláját fogja érni. Tehát lehet, hogy megint az lesz nagyon-nagyon a meta, és az lesz a legjobban megérő spawner. De nyilván az fog a legdrágábban is menni. Szóval,
ez csak rajtatok múlik, ha meg nem lesz meg az 50 like, akkor meg valami mást fogunk behozni. Verd szét azt a lájkot, ha kemény vagy. Amiről meg nem fogtok tudni semmit, szóval... Jaja, kicsit kedves vagyok most, na mindegy. Ja, meg igen, lehet, hogy lesznek új cuccok is a ládákba, de akár az is lehet, hogy lesz egy új láda, amiben csak olyan dolgok lesznek, mint például Arcade Hopper és Arcade láda, és tegyük fel, webshopban lesz elérhető, és mindegyik cuccra 50% esély nyitás lesz, és tegyük fel, 300 érme lesz egy kulcs. És igazából úgy tudtok akkor vásárolni, és az garantált. Tehát az garantáltan meg tudjátok szerválni, szóval ja. Srácok, 50 like, ha meg lesz, akkor nagyon-nagyon-nagyon örülök. De ha nem, akkor 20 like-nek is örülök, szóval ja. Ez csak nektek jó, hogyha meg lesz az 50 like. Na srácok, ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen nyomjatok meg ezt a like-ot, mert ideges leszek, értitek? Megnézik 300 videót, és így megnézem másnak megnézik a videót 150, és van rajta 40 like, mondjuk, nem rossz. Megnézik az enyémet 300, van rajta 26 like, én mondom, na ez rossz. Szóval, ha srácok, ha tetszett a videó, akkor verjétek szét azt a like-ot, iratkozzatok fel, és ugye az árakat már láthattátok ott, amikor arról beszéltem. Sziasztok!